Szeretettel köszöntjük Önöket! Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétünkkel. A PPH, a Nyílt Akadémia közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsiknék Krisztina vagyok. Szedlacsik Gergő vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Budapesten élek szuper feleségemmel. Egy cégnél dolgozom, a rendszergazda vagyok, illetve a cég ügyeit is intézem, emellett a PPH csapatépítéssel is foglalkozom. Édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom munkásságában, plusz én is szeretném az emberek tudatosságát növelni, hogy bejussunk az aranykorba. A képzések nagyon elgondolkodtattak az életemmel kapcsolatban, és ezáltal elkezdtem felismerni a saját hibáimat. Elkezdtem megérteni az emberek működését a coachképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Feleségemet is itt ismertem meg. A tudást alkalmazom a párkapcsolatban is, és ezért egyre jobban kezeljük egymást. Én szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Budapesten élünk a férjemmel, boldog házasságban. Jelenleg HR asszisztensként dolgozok egy cégnél, de emellett a PPH csapatépítéssel is foglalkozom. Fontosnak tartjuk, hogy minél több emberhez el tudjuk jutatni a tudást. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képesség és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezetői pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljes ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése, az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócsot, édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Egyre rosszabb? Vagy lehetne rosszabb? Milyen rosszabb? Milyen gondolsz? Kikevesni. Mikor lesz jó? Jövőre jobb. Ja, jövőre jobb lesz, és akkor utána... Hallottam a rádióban. Ja, hallottam. Az jó. És akkor ez mi volt? Kormányreklám? És akkor mondta, hogy támogatta ezt a reklámot a Magyarország kormánya. Mi? Utána kiírták. Szóval érdekes világunk van, hogyha jobban megnézzük. Vajon minek köszönhető ugye ennek ez a helyzet, amiben vagyunk? Hát ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön, nem? Egy olyan világban élünk, ahol furcsa lesz, amit mondok, hogy ez a helyzet, ami most van, mondhatjuk azt, hogy én erre vártam. Tehát ami ugye, mi ez a most van, ez a 2020 óta van.
Én erre vártam. Tehát ugye miért vártam? Mert már előre mondtam azokat, hogy olyan nehézségek lesznek, ami komoly problémákat fog okozni az emberek számára. Mikortól mondtam ezt? Hát megképzeljétek, a 90-es évektől. Miért? Mert olyan dolgokkal foglalkoztam, tehát gazdasági dolgokkal foglalkoztam, piacvezető, gazdasági, hát inkább úgy mondom, hogy pénzügyi intézménynek voltam a vezetője, és ezáltal kellett olyan dolgokkal foglalkozni, hogy mi lesz a jövőben. Demográfiával is kellett foglalkoznom, ami azt jelenti, hogy ugye a demográfia az a népesség alakulása korosztályonként, tehát hogy hogyan születnek, mennyi gyerek születik, mikor születtek a gyerekek, mennyi ember hal meg, mennyi az idős, stb. Tehát foglalkozni kellett azzal, hiszen olyan pénzintézet vezetője voltam, amely avval foglalkozott, hogy majd amikor az emberek nyugdíjba mennek, akkor kifizessék azokat az összegeket az embereknek, amit oda befektettek az egyének vagy a munkáltatók közvetlenül. És akkor ugye ezzel kellett foglalkozni, hogy hogyan fog alakulni, és akkor ugye már akkor 90-es években olyanokkal kellett szembesülnöm, és hát szembesíteni néhány embert is akkor már, hogy mi várható a jövőben, hogy milyen ugye születési, tehát a születési visszaesések, mondhatjuk azt, hogy a 60-as évektől történt születési visszaesések, és az élethossz növekedés az milyen mértékben fogja megváltoztatni a társadalom szerkezetét abból a szempontból, hogy mennyire öregedik el a társadalom, és hát emiatt ugye mennyi lesz az, aki nyugdíjas lesz, mondjuk azt, hogy valamilyen szinten élvezi a nyugdíját, és mennyien lesznek azok, akik eltartják majd a nyugdíjasokat, amikor azok nyugdíjba vonulnak, mert ugye felosztó, kirovó társadalom révén egészen ugye 1945-ig visszamehetünk, onnan alakították, 45 után alakították ki a felosztó, kirovó társadalmat Magyarországon. A felosztó, kirovó társadalom azt jelenti, hogy amit az emberek, dolgozó állampolgároktól levonnak, vagy befizetnek, most mindegy, hogy mondjuk ezt, abból fizetik a szociális juttatásokat, a szociális juttatás, a nyugdíj is egyébként ide tartozik a szociális juttatások közé, és ugye a legnagyobb szociális juttatás ugye az a nyugdíj, tehát nem az egészségfinanszírozás, hanem a nyugdíj finanszírozása, és ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi a nyugdíjas és mennyi a dolgozó, és ez régen rendben volt, tehát mikor kialakították, kitalálták ezt a felosztó-kirovó rendszert, ha jól emlékszem, Amerikában vezették be talán elsők között, inkább azt mondanám, hogy elsők között, nem biztos, hogy elsőnek, de elsők között, és ugye akkor, amikor ez a felosztó-kirovó rendszert, tehát az azt jelenti, hogy ami befolyik az államkasszába, abból kifizetik a szociális juttatásokat, főleg a nyugdíjat, és ugye ezt a rendszert akkor találták ki, mikor az átlag életkor jóval kevesebb volt, ugye a múlt század elején, első felében jóval kevesebb volt, és nagy volt a népességszaporulat, sok gyerek született, és az azt jelenti, hogy eltarthatta a sok gyerek az időseket úgy, hogy a levonások révén. Nyilván ez itt Kelet-Európában, ez a háború utántól lett bevezetve, addig ez a felosztó-kirovó rendszer csak a nagy állami vállalatoknál, például MÁV, Posta, stb. Volt megoldva, de egyébként ugye például az én nagyszüleim közül ugye három, aki élt, mert egy a háborúban meghalt, a háromból csak egynek volt nyugdíja, tehát egyetlen egynek,
Azért, mert ugye ebből a felosztókirovó rendszerből, vagy rendszerbe ők még nem kerültek be annak idején, és aki bekerült, ugye minden a háború után újonnan munkába állt ember bekerült ebbe a rendszerbe, az azt jelenti, hogy most ténylegesen ez úgy működött, hogy nyilván mindig voltak állami levonások, bár az emberek ugye a 80-as évekig nem is tudták, hogy vannak ilyenek, vagy a 70-es évek végéig nem is tudták, hanem azt hitték, hogy ez csak ilyen állami szociális juttatások az egész. Hát gyakorlatilag utána kiderült, hogy van adózás, meg van nyugdíjárulék, meg ilyesmi, és onnantól kezdve ugye láthatóvá vált, hogy hát oda van befizetés, és onnan van kifizetés, és hát ugye mivel én ezzel foglalkoztam, ezért lehetett látni, hogy szomorú jövő vár azokra, akik nem biztosítják magukat a jövőre vonatkozóan, milyen szinten, most nem biztosítással gondolom, hogy biztosítják, hanem olyan jövedelem forrással és olyan tartalékokkal és olyan befektetésekkel, amikor hogyha abba hagyják a munkát, akkor nyilvánvalóan mennyit fordított egyszerre, kicsit gyorsan beszélek, lassítanom kell, szóval amikor abba hagyják a munkát, akkor hát ne legyenek bajba, vagy ugye oda jussanak, hogy legyen elég tartalékuk. Ugye már a 90-es években, nem tudom tudjátok-e, 96-ban születtek olyan jogszabályok, 96-ban akkor még javában pénzintézetekkel foglalkoztam, illetve pénzintézet vezetője voltam. 96-ban született már olyan jogszabály, hogy 2000 mit tudom én hánytól, 10-től vagy én nem is tudom mikortól, mennyi lesz a nyugdíja annak, aki elmegy nyugdíjba, a fizetéséhez képest, mert tudjuk, hogy előtte, ugye, vagy addig, ugye 70-76%-okat kifizettek a fizetésének az illetőnek nyugdíjba, és akkor ugye ezt lényegesen elkezdték csökkenteni, és ez úgy működik, hogy várhatóan ez, akik frissen mennek nyugdíjba, azok folyamatos csökkenésre számíthatnak. Ennek megfelelő például az, amit éppen most olvastam, hogy próbálják a munkatörvény könyvében most belecsempészni olyan szabályokat, amivel tovább tekernék egy kicsit a nyakukat a munkavállalóknak. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha valaki ezt nem látja át teljes egészében, hogy milyen szempont, tehát milyen anyagi szempontok alapján kellene megítélni az embernek a jövőjét, akkor ugye hát eléggé nem a jelenben él, tehát ami azt jelenti, hogy ugye én már a 90-es években, 2000-es évek elején bőven olvastam olyan dolgokat, hogy mit kellene annak érdekében tenni egy állampolgárnak a nyugati társadalomban, hogy a jövője az valamilyen szinten biztos legyen. És ugye itt az volt mindig a legfőbb probléma, hogy átlássuk, hogy rengeteg ember nyugaton, tehát mondhatjuk azt, hogy hát sok száz, tehát egész Észak-Amerika, egész Nyugat-Európa és Japán, beleértve Japánt is, gondoljátok végig, hogy mennyi dolgozó lehetett ott összességében, dolgozó, és ők rendszeresen onnantól, hogy elmentek dolgozni, következőt csinálták. Tehát a munkaadó fizetett nekik nyugdíj alapba. Ezt nálunk úgy hívták, hogy nyugdíjpénztár, ezt úgy hívták, hogy magán nyugdíjpénztár. Csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. Ott ki nyugaton nyugdíj alapnak hívták. És
maguk a dolgozók is fizettek önkéntes alapon a fizetésükből nyugdíj alapba. Na most úgy képzeljétek ezt el, hogy általában egy munkaadó az legalább 10%-ot fizetett a nyugdíj alapba a dolgozó bérének, és azért nyugaton 6-szor-8-szor annyi jövedelem volt, mint nálunk, érted? És egy dolgozó is kb. 10%-ot fizetett önkéntes alapon a nyugdíj alapba, érted? Tehát egy nyugdíj alapba, mint nálunk Magyarországon is, lehetett önkéntes alapon is fizetni, meg munkáltatói alapon is. És ezáltal végig számolod, egy dolgozó átlagosan olyan 20%-át befizette a nyugdíj alapba, érted? Úgyhogy 10%-ot a dolgozó, 10%-ot a munkaadó. Azért gondold végig, egy ember dolgozik 40 éven keresztül, 40 éven keresztül a fizetésének a 20%-a az gyakorlatilag bement, az azért baromi összeg. És ez több százmillió ember esetén. Ami azt jelenti, hogy a nyugdíj alapok olyan mértékű pénzt halmoztak föl, amit soha senki előtte, semmilyen szervezet, se a bankok biztosítók, sőt a bankok biztosítók együttvéve nem halmoztak föl annyi pénzt, mint a nyugdíjalapok. Világos ez? Tehát a bankok nem véletlenül alapított rengeteg bank nyugdíjalapot, és nem véletlenül alapított rengeteg biztosító nyugdíjalapot a világban. Oké? És ez azt jelenti, hogy olyan irdatlan mennyiségű pénz lett befizetve, amit ugye miben fektettek elsősorban a nyugdíjalapok? Na miben? Két dologban, elsősorban tőzsde, másodszorban ingatlan. Oké? Ami azt jelenti, hogy ugye akkor fizetik ki ezeket a pénzeket adómentesen, amikor az illetők nyugdíjba vonulnak. Oké? Bár olyan szabályok vannak az önkéntes alapon befizetett pénzekre, hogy ki lehetett hamarabb venni, csak akkor le kell utólag adózni. Például Magyarország ez 10 év után volt így, hogy ki lehet venni, de utána akkor le kell adózni. Tehát adómentesen ez úgy működött, hogy nyugdíjba vonuláskor lehetett hozzáférni. Na most semmi gond, hogyha ugye ez úgy működik, hogyha az emberek kivesznek pénzt, és újabb befizetések meg bejönnek. De ezzel is van egy gond, hogy mivel 40 éven keresztül takarékoskodott valaki, hát irdatlan összeget vesz ki valaki, és befizetés pedig ahhoz képest csak egy havi történik, nem tudom, érted? Tehát bejön egy új dolgozó, aki bekerül a rendszerbe és befizet oda, akkor bejön mondjuk a fizetésének 20%-a, de amikor kifizetnek, meg a fizetésének az ezerszerese kellene, hogy kifizetődjön, nem tudom, világos-e. Ha csak nem úgy veszik föl, hogy járadékba, tehát ezt úgy hívták, hogy járadék, az azt jelenti, hogy havi részletbe. Na most ezzel ugye két gond van, hogy a nyugdíjalapokat úgy lehetett fölvenni, hogy ugye kétféle nyugdíjalap befizetés van, a magunk fizetett, tehát önkéntes alapon fizetett, meg az államnak, vagyis a munkáltatónak kötelező alapon kellett befizetni. A kötelező alapú befizetés ugye az mindig úgy kapják meg, hogy nem egyszerre, hanem addig, ameddig él az illető havonta kap járadékot, nyugdíjjáradékot, és ha meghal, akkor az örökös örökli az összeget teljes egészében. Világos ez? Tehát halál esetén ugye az kifizetésre kerül természetesen egy összegben. De ha nincs haláleset, akkor havi részletben fizetik ki. Az önkéntesnek viszont az volt a lényege, hogy egy összegbe kivetted. Érted? Kivetted volna, nyugaton kiveti az illető egy összegben, de hát most gondold végig, 40 éven keresztül valaki a jövedelmének 10%-át befizeti nyugdíjalapba, az sem kis összeg. Főleg a nyugati társadalomban, ahol mondom, 6-szor annyit kerestek az emberek átlagosan, mint itt nálunk.
Na most gondoljátok végig, tehát hogyha valaki fogja és azt mondja, hogy nekem egyszerre kell a pénz, tehát ezért olvashattál esetleg olyanokat, hogy milyen problémát jelent az, hogyha, na várjál már, mit akartam mondani, csak ránéztem erre a fordítóra, azt elfelejtettem. Ja, hogy igen, ha egyszer akarja valaki kivenni, gondold végig, akkor is hányszorosát veszi ki egy havi befizetésének, és ha a rendszerbe bekerül egy ember, az meg befizet 10%-ot helyette. Érted? Tehát ez, azt értsétek meg, hogy ennek a fajta működésnek az a legnagyobb problémája, hogyha dübörög a gazdaság, akkor semmi gond nincs vele. De ha pénz, tehát nem dübörög a gazdaság, és a tőzsde az így esik le, vagy az ingatlanok ára zuhannak, akkor képzeld el, óriási mértékben fel kell szabadítani pénzeket, ami további csökkenést okoz az ingatlan árakba, és további csökkenést okoz a tőzsdén. És ez megnyekkenti a gazdaságot. Világos ez? Csak hogy átlássátok ezt a kérdést. És ez szorosan összefügg a demográfiával. Mert addig ez nem volt gond, míg rengeteg új és új befizető ment be ebbe a nyugdíjrendszerbe, ebbe a magán önkéntes nyugdíjrendszerbe. Onnantól kezdett el gond lenni, amikor rengeteg szolgáltatást kell kifizetni, tehát nyugdíjszolgáltatást kell kifizetni. Oké? És ez az egyik világ probléma a gazdaságban. Na most ugye ezt hogy oldják meg? Átmenetileg meg tudják úgy oldani, hogy pénzt nyomtatnak, ami mögött nincs fedezet, és akkor kifizetik. De ez nagy problémát jelent. Tehát, hogy olyan pénz van kinyomtatva, ami mögött nincs fedezet, az probléma. Na most viszont van egy másik probléma, nem tudom, tudjátok-e, hogy a nyugati államokban sehol, nem tudom Japánban hogy van, de Amerikában, Észak-Amerikában és Európában biztos, hogy így van, hogy mondom, hogy a saját pénznyomtatásuk az nem a saját kezükben van az országoknak, hanem magán cégek nyomtatják a pénzt, és nem tudom, tudjátok-e, hogy úgy nyomtatják a pénzt, hogy meg kell venni azt a pénzt, amit nyomtatnak. Tehát egyszerűen röhely. Érted? Tehát egy ország, ha pénzhez akar jutni, akkor meg kell venni a saját pénzét. És ráadásul, ha mondjuk egy olyan országról van szó, mint mondjuk Magyarország, amelyik nem euróban gazdálkodik, ugye nem euró a pénze, hanem mondjuk forint, akkor először meg kell venni az eurót, és utána abból megveszi a saját pénzét, a saját forintját. Szóval egy elmebetegség. Ezt azért találták ki, hogy bizonyos családok, akik ezeknek a bankok mögött működő nyomdáknak a tulajdonosai, ezek eszméletlenül meggazdagodjanak, ezért találták ki. Ők találták ki egyébként, hogy ők meggazdagodjanak, és elérték a világon szépen sorba, először Amerikában, majd mindenütt, hogy ez így legyen. Nyilván nem az egész világon így van, de hogy nálunk itt Európában és Észak-Amerikában így van, ez biztos. Ráadásul ugye ennek van egy még másik problematikája, hogy nincs olyan, tehát a nyugati országoknál egyetlen egy olyan, tehát mikor arról beszélek, hogy nyugati ország, akkor ugye Európáról beszél, Európa nyugati feléről, tehát Ukrajnán innen lévő feléről beszélek, és Észak-Amerikáról beszélek. Tehát a nyugati országok úgy működnek,
hogy minden ország deficites. Az azt jelenti, hogy többet költ, mint amennyi a bevétele. Minden ország, minden évben ezek a költségvetési hiányok, ezt úgy hívják, ez ilyen 3-4%, 2-3-4%. Tehát gondoljátok végig, Magyarország költségvetése az durván olyan 20 000 milliárd forint éves költségvetés. Tehát 20 000 milliárd forint. Tehát nem 20 milliárd forint, 20 000 milliárd forint. Na most gondold végig, annak az 1%-a az azt mondja 20 000, 200 000, 20 millió forint. Vagy 20 milliárd forint, mert 20 000 milliárdról az 20 milliárd forint. Ha mondjuk 3%-os a költségvetési hiány, akkor az 60 milliárd. Ha jól számolom, 20 000, 2 000, dehogy nem jól számolom, 600 milliárd. Tehát mert 20 000, 2 000 milliárd, 200 milliárd, tehát a 2% az 2% az 400 milliárd, ha 3% a költségvetési hiány, akkor 600 milliárd forint. Akkor ezt a 600 milliárd forintot nem tudja belsőleg pótolni, ezért a 600 milliárdért kell venni eurót, és meg kell vennie az országnak a költségvetési hiányát ettől a banktól, érted? Ettől a magánbanktól. És ha erre nincs pénze, akkor hitelt kell erre fölvenni, annak meg a kamatát ki kell fizetni, ugyanazoktól a körtől veszik föl a hitelt, érted? Ugyanattól a körtől, tehát fölveszik a 600 milliárd forintnyi összeget, hogy a költségvetési hiányt fedezzék, mondjuk tételezzük fel, mit tudom én, 10%-os kamatra, ami azt jelenti, hogy mondjuk éves 10%-os kamatra, ami azt jelenti, hogy évente akkor 60 milliárd forinttól ugye ki kell fizetni még kamatra. Na szóval lényeg az, hogy nem annyit fizetnek vissza, mint amit ténylegesen ugye fölvettek. És ez mind az összes ország így működik. Mit gondoltak akkor az országok miért vannak eladósodva? Nem tudom, elég világos-e. Akkor ugye miért vannak még eladósodva? Egy kicsit számolgatunk, akkor megnézzük, hogy mennyit fizetnek be adó és járulék formájában a dolgozók és a munkaadók a dolgozók javára, és megnézed, elkezdesz számolgatni, hogy vajon mennyit fizetnek, mennyi az átlagnyugdíj, mennyit fizetnek ki átlagnyugdíjra, és akkor már lassan azt látod, hogy körülbelül annyi az adó és járulék befizetés szinte, mint amit nyugdíjat kifizetnek, és akkor számolgatsz tovább, akkor hol van még pénz az egyéb kifizetésekre. Jó, az államnak van mondjuk jövedéki adóból bevétele, meg ebből abból, de ha megnézed, ugye próbálják azt csinálni, hogy egyre zsugorítják az állami tulajdont mindenütt a nyugaton, mindenütt. Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy mindent privatizálnak, most nem tudom, tudod-e, hogy egy óriási privatizációba kezdett a kormány, tehát most azért, hogy pénzhez jusson, mindent kiárusít. Tehát szó szerint, mindent. Tehát minden, amit csak tud, most kiárusít, mert nincs pénz a kormánynak, mert nem jönnek az EU-s pénzek befele, mert ugye blokkolták, és ezért elkezdett egy kiárusítási programot csinálni. Tehát nem is tudom, mindent, amit csak el lehet adni, most mindent el akarnak adni. Tehát például ebbe belefér olyan is, hogy eladni a várat, a budai várat, belefér olyan is, hogy eladni a parlamentet, nem vicc. Például a koronát azt már rég eladták, stb. Stb. Érted? Tehát gyakorlatilag ilyen dolgok vannak, és ez nem csak nálunk van, hanem ez máshol is van, más országokban. Nem látsz egy olyan, amint van egy olyan ország, amelyeknek nincs adóssága, azt vagy elérik, hogy legyen adóssága, például nem tudom, tudod-e, az, hogy a románok kifizették az adósságukat. Mert találtak
annyi aranyat egy épület alatt, a Ceausescu épülete alatt, hogy az egész adósságállományukat ki tudták fizetni. De nem maradhattak adósság nélkül, kötelezték őket, hogy vegyenek föl hitelt. Oké? Okay? Tehát ilyen rendszerben élünk, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Ez nem összeesküvés elmélet. Mi miatt látod azt, hogy szarabban van a gazdaság? Bocs, hogy csúnyán beszéltem. Érted? Mi miatt látod? Azt hiszed, hogy a Covid miatt? Nem, az egy álca volt. Azt hiszed, hogy a háború miatt? Az is egy álca. Tehát rá lehet, az álca azt jelenti, hogy rá lehet ezekre fogni. Jó? Tehát simán rá lehet fogni. És ezt is csinálják, ráfogják olyan dologra, amivel nem tudsz mit kezdeni. Covid-dal nem tudtál mit kezdeni. Háborúval nem tudsz mit kezdeni. Tehát az ellen nem mész ki tüntetni a háború ellen, érted? Nem mész ki a Covid ellen se tüntetni, vagy nem mentél ki, érted? Tehát most, de a kormányok ellen kimennének tüntetni az emberek. Ha tudnák az emberek, hogy ezeket mind a kormányok írták alá, a kormányok egyeztek bele, érted? Akkor az emberek valószínűleg már rég kimentek volna az utcára tüntetni. Hát most gondold végig, a 20-as években, 100 évvel ezelőtt, a 20-as években már magánkézbe adták az Amerikai Nemzeti Bankot. És hány tüntetés volt Amerikában ez ellen azóta, 100 év alatt? Egy se. Egy se. Érted? A lakosság nagy része nincs tisztában ezzel. Nincs tisztában vele. Ugye az ilyen nemzeti bankok, azok a Rothschild és Rockefeller, például ugye a Fed, az amerikai Fed, az Rothschild és Rockefeller család tulajdonában, nem csak a legismertebbeket mondom, mert hiába mondok olyat, hogy Morgan, azt annyira nem ismerjük, érted? Tehát lényeg az, de Rockefeller családról mindenki hallott, Rothschild családról mindenki hallott, ezek hozták létre, és gyakorlatilag a világon van egy pár ország, ahol nem ilyen tulajdonban van a nemzeti bank, hanem az ország tulajdonában van a nemzeti bank, érted? Tehát például nem tudom, hogy Iránnál így volt, a Covidig Iránnál így volt, az biztos, hát ezért támadták, Irakban így volt egyébként, addig, míg Amerika nem szállta meg. Dél-Koreában így van, ott is saját pénz, tehát saját pénzük van, és saját maguk nyomtatják, és saját kezükben van a nemzeti bank. Oké? Tehát, de mondom, nem sok ország van, ahol nem így van. A bolygón. A bolygón. Tehát valahogy gondoljátok végig, olyan lényekkel állunk szembe, emberekről van szó, olyan emberi lényekről állunk szembe, akik gyakorlatilag hát olyan hatalmat akarnak, érted, maguknak a pénz által, hogy valami hihetetlen. Tehát a pénz által. Ugye a pénz az hatalom. Ezt jó, nem tudom, látjátok-e, tehát már évezredek óta akinek sok pénze van, annak nagy hatalma van. Ez így működik. És gondold végig, hogy ez juttatta ide az egész világot, földünket. Most gondold végig az összes adósságállomány, ami a bolygón van, beleértve az embereket és az országokat, az több jóval, mint az egész bolygó pénzkészlete. Érted? És akkor ugye olvastam már ilyet, hogy akkor kinek tartozunk? A Marsnak? Mert a Földön nincs annyi pénz, érted? Tehát nincs annyi pénz a Földön, nem létezik annyi pénz. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy annyi az adósságállomány a Földön, amit lehetetlen kifizetni. Mert nincs annyi pénz. Ha nincs annyi pénz, akkor nem lehet kifizetni. De úgy értve, hogy virtuálisan sincs annyi pénz. Világos ez? Tehát nem csak effektíve készpénzben nincs annyi pénz, hanem virtuálisan sincs annyi pénz. Világos ez? Tehát ugye ezekkel a kérdésekkel én már nem most kezdtem el foglalkozni, régóta foglalkozok ilyen, azóta, mióta ugye pénzügyi területtel foglalkoztam, de a pénzügyi területet 2007-ben abba hagytam.
Szóval a lényeg az, hogy ezt azért mondtam, hogy átlássuk ezeket a dolgokat. Tehát ha azt gondolod, hogy itt javulás lesz gazdasági szempontból, vagy ilyesmi, ámítások lesznek, érted? Javulás nem lesz. Tehát ez tipikus, úgy hívják, hogy népámítás. Tehát a népámítás az lesz, de lehet bizakodni, de gazdasági téren akkor tud javulás lenni, hogyha te saját magad teszel azért, hogy gazdasági téren javítsd az állapotodat. Érted? Különben te nem várhatsz senki mástól semmilyen segítséget, érted? Az államtól meg főleg nem. Tehát valaki azt gondolja, hogy az állam tud az állampolgároknak segíteni, nem tud. Eleve ott kezdődik, hogy mit csinálnának egy segítséggel. Mit Amerikában? Amerikában a Covid alatt két hatalmas összeggel támogattak minden egyes állampolgárt. Csecsemőtől kezdve mindenkit, érted? Ami azt jelenti, hogy mit csináltak vele az emberek? Elkötötték. Érted? Fogták és elkötötték. Tehát az emberek olyanok, hogyha van is egy magyar mondás ennek kapcsolatban, hogy a könnyen jött pénz, könnyen megy, így van. Meg amiért nem dolgoztál meg, na mi a folytatása mondatnak? Nem, azt nem becsülöd meg. Nem, ez a mondat, hogy amiért nem dolgoztál meg, azt nem becsüled meg. Világos ez? Ez is egy régi mondás. Tehát én ezt már gyerekkoromtól hallottam, ezt a két mondást. Hogy amiért nem dolgoztál meg, azt nem is becsülöd meg. És ez igaz? Abszolút így van. Tehát, hogyha az emberek csak úgy kapnak pénzt, és nem dolgoztak meg érte, nem is becsülük meg. Na most én ezt láttam például a nagyszüleinknél. Érted? Tehát nem nagyszüleink, nagyszüleinknél nem. Nagyszüleink még jól csinálták. A szüleinknél. A szüleim már az a társadalmi rétegbe született, korosztályhoz született, generációhoz született, ugye kedvenc szavam a generáció, tehát a generációhoz született, illetve generációban született, abban a generációban, amikor elindult ez a herdálás. Tehát ahol az emberek, ha pénzhez jutottak, akkor költekeztek. És nem gondoltak a jövőre. Nem is kellett, hogy gondoljanak ők a jövőre, hát anyám is jó nyugdíjjal ment el nyugdíjba. És jól élt a nyugdíjából. Én kiszámoltam, 20 év alatt jóval több mint 10 millió forintot csak úgy elköltött, érted? Tehát csak úgy elköltött olyan dolgokra, aminek semmi értelme nem volt, érted? Tehát ő úgy megy nyugdíjba, hogy mindenük megvolt, na ahhoz képest csak úgy költekezett, mert nem nyaralásra meg ilyesmi, csak úgy elköltötte, érted? Ruhára, edényekre, mindenfélére, amit csak el tudtak neki adni, elköltött, érted? De tényleg, szó szerint értsük. És tényleg ezt látjuk, hogy a szüleim generációja, mit jelent a szüleim generációja? Az azt jelenti, hogy akik azt mondja, hogy 43 előtt születtek, ha jól számolom, 43 előtt születtek, az a generáció, az hozta létre ezt a fogyasztói társadalom hülyeséget, ezt a pénzköltés hülyeségét, érted? És ők tényleg nem gondolkodtak a jövőről. De ők, nekik még jó nyugdíjok volt, már akinek jó fizetése is volt természetesen, annak jó nyugdíja volt, akinek nem volt jó fizetése, akkor a nyugdíja sem lehetett magas természetesen. Ugye mivel a szüleim ugye vállalkozók voltak, és ugye apám ismerte a dolgokat, pénzügyi dolgokat, szerette ő is a számokat, azt csinálta, hogy a végére ugye magas fizetést adtak maguknak, hogy magas legyen a nyugdíj, mert 5 évet ugye számoltak akkor a múltban, hogy az utolsó 5 évben mennyi volt az átlagfizetés, annak alapján számolták ki a nyugdíjat, és akkor ezáltal ugye jó nyugdíja lett volna apámnak is, csak apám ugye meghalt, és nem élvezte sokáig a nyugdíjat, talán 1-2 évig, de a édesanyám az ugye élvezte a nyugdíját 29 évig. Jó, tehát az azt jelenti, hogy, és az alatt
ugye 10 milliókat csak úgy elkötött, szó szerint, tehát 10 milliókat. Na most, és nem, és mondhatnál, jó, a te édesanyád ilyen, mondhatnád ezt, igen, csak én máshol is ezt láttam, de nem csak az én édesanyámnál, máshol is, érted? Tehát én azt láttam, hogy nagymamám hogy tudott spórolni kis nyugdíjából, eszméletlenül, és azt láttam, hogy mennyire nem spóroltak az utána következő generáció, érted? Nagymamám ugye 906-os születésű volt, és ezáltal ugye láttam a különböző generációknak a működését. Tehát ezt csak azért mondom, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy ugye itt vagyunk egy olyan társadalmi világban, ahol hát bizony az embernek gondolkodnia kell. Tehát volt egy társadalmi réteg, egy generáció, ami elszúrta az egészet, és az a baj, hogyha elindult egy elszúrás egy generációval, akkor az a következő generációt még jobban elszúrja, az még jobban elszúrja az utána következő generációt, az meg még jobban elszúrja az utána következő generációt. Így, ez egy lavina. És most itt tartunk, de szó szerint ennyi generáció van azóta. Érted? Szó szerint. Tehát ugye 68-ig, 1968-ig volt az én generációm, 43-ig ugye az előző generáció, 93-ig van a következő generáció, vagy volt a következő generáció, 92-ig, 68 és 92 között ugye a következő generáció, és 93-tól volt a következő generáció, és most ha visszaszámolunk megint azt mondja, hogy 18-ban elkezdődött megint az új generáció, a legújabb generáció. Tehát 18-tól, 2018-tól. Jó, valahogy így. Na szóval gondoljátok végig, hogy itt van egy olyan társadalom, ahol azt gondolod, hogy hát majd lesz valahogy. Csak ezzel a fajta működésünkkel, amit itt most generáltunk az elmúlt 100 évben, mert ugye azóta, a 20-as évektől indult ez a óriási romlás, ugye az első világháború idejétől, és ugye onnantól számolható a vég kezdete. Tehát a vég kezdete az 1917-től számolandó. Oké? Tehát az első világháborútól. Tehát ez minden proféciában megjelenik, hogy az emberiség végének a kezdete, a jelenlegi emberiség, így hangzik el, hogy a jelenlegi emberiség végének a kezdete, az majd el fog következni, körülbelül mikor tájt, akkor tájt, mire jósolták, és ez 1917, jó, az első világháborúval. Tehát a végkezdetét, ha megnézed, az tényleg a végkezdete, tehát addig stabilan, több száz éven keresztül igazából nagy változás nem történt. És itt most 1917-től óriási változások történtek rendszeresen. Rendszeresen. És ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy azt látod, hogy bizonyos államokban nagyon jól kerestek, és bizonyos államokban, azokban, ahol nagyon jó kerestek, nagyon jó életszínvonalt értek el emberek, akár ugye magas nyugdíjjal, amikor elment egy nyugdíjba ezáltal. És azt nem tudom, tudjátok-e, hogy miből finanszírozták? Tehát most gondold végig, hogy lehet azt megcsinálni, hogy ugyanaz a gyár letelepül mondjuk Németországba, és mondjuk Magyarországra, és mondjuk Kínába, jó? Csak néztük ezt, ugyanaz, mert van ilyen. És az egyik gyár kifizet Magyarországhoz képest mondjuk 6-szor annyi fizetést, oké? A másik ugyanaz a tulaj, tehát ugyanarról a tulajról, ugyanarról a márkáról, mindenről, ugyanarról a termelésről beszélek. Kínában még a, meg mondjuk a miénknek a felét
kifizetik, érted? Tehát mondjuk a nyugatéhoz képest 12-ét. Na várjál, hogy lehet ez? Az azt jelenti, hogy egy vállalat költsége az nem csak a bér, egy vállalkozás vállalatnak, egy termelő vállalkozásnak mindenféle költsége van, termékeket vagy alapanyagokat kell vásárolni, stb. Stb. Beszállítókat kell kifizetni, adót ki kell fizetni, stb. Járulékokat, egyéb dolgokat. Világos ez? Na most hogy teheti meg, hogy ugyanaz a gyár az egyik helyen 12-szeresét kifizeti, a másik helyen meg 12-ét fizeti ki, érted? És közte meg a hatodát, érted? Fizeti ki, bérbe. Hát ez úgy lehet, hogy az egyik országban támogatják, a másikban kevésbé, utána ott meg még kevésbé azt a vállalkozást, érted? Világos ez? Hát hogy támogatja, mi támogatja, az állam támogatja. Világos ez? Így van, nem feltétlenül csak adóval, pályázatokkal. Még nem ismered ezt a szót, hogy pályázat? Na, és annak adják, akinek akarják, így van. Na tehát pályázatokkal támogatják. Mivel támogatják? Még adókedvezményekkel, ilyen-olyan mindenféle kedvezményekkel. Igen, de az mi támogatja? Maga az állam. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy az államnak, ha nincs annyi bevétele, meg hogy lenne annyi bevétele, mikor baromi sokat fizetnek ki a dolgozóknak? Világos ez? Tehát logikus, gondold végig. Ha az egyik országban 12-szer annyit fizetnek ki a dolgozóknak, mint a másikban, mondjuk Kínában, tehát Németország, Kína közt 12-szer annyit, Magyarország és Németország között mondjuk 6-szor annyit, lehet, hogy már nem így van, de ez így volt évtizedeken keresztül, érted? Akkor is megnézed, hogy a kiadás az itt jóval kevesebb, Kínában még kevesebb, érted? És hogy lehet ezt kigazdálkodni? Hát az azt jelenti, hogy ha kevesebb a bérkifizetés, akkor kevesebb az állami bevétel. Értsd már meg! Érted? Akkor miből fizeti ki az állam a pályázatot, miből fizeti ki a támogatást, az adókedvezményt, az akármit? Miből fizeti ki, ha nem jön be annyi pénz? Érted? Hitelből. Világos ez? Csak ezt értsétek meg, hitelből. Tehát az egész nyugati társadalom az hitelből volt finanszírozva. Értsd már meg! Azért volt magas az életszínvonaluk, mert hitelből finanszírozták az államok a magas életszínvonalat. Világos ez? És ez most bedől. Úgy, ahogy van, kátyavárként omlik össze a szemünk látára. Oké? Mert ezt nem lehet végtelenségig csinálni, nem lehet végtelenségig finanszírozni valamit hitelből. Bár lakosság is azt gondolja sokszor, hogy fölvettem egy hitelt, nem tudom fizetni, fölveszek egy másik hitelt, hogy tudjam fizetni az előző hitelt, majd fölveszek egy harmadik hitelt, hogy tudjam fizetni azt a másik kettőt. Érted? Tehát ami kicsiben, az nagyban ugyanúgy működik. Tehát az egész nyugati társadalom az úgy, ahogy van, a világ vezető társadalmai, az mind hitelből volt finanszírozva az életszínvonal. Világos ez? Egy kis matek, számolgassál már ennek például alapján, amit mondtam, hogy német cég Németországban, Magyarországon és Kínában ugyanazt termeli, és mennyi kifizetés van. Hát nyilván a legnagyobb állami bevételek mindig egy cégnél az alkalmazottak után járó kifizetés. Világos ez? Ha alacsony a bér, alacsony összegek folynak be az államnak. Ha magas a bér, akkor magas összegek folynak be az államnak. Érted?
Ami azt jelenti, hogy akkor meg gondold végig, ha túl magas a bér. Miért nem tudták Magyarországon azokat a béreket kifizetni, mint nyugaton? Miért? Mert itt nem támogatta az állam olyan mértékben ezeket a cégeket, mint nyugaton. Világos ez? Mert ha nálunk is annyit kellett volna kifizetniük, akkor gondold végig, egy bérkifizetés plusz az adókifizetés, mert a bérek után van az adókifizetés, érted? Az olyan mértékben megemelté volna a költségeket, hogy azt mondta volna a cég, hogy köszönöm szépen, akkor tovább állok, mert itt nem éri meg termelni. És tényleg csak azok maradtak Magyarországon cégek, akiket folyamatosan támogat az állam. Nem vicc, komoly. Hát mit gondolsz, az Opel hány évig volt és kiment, miért ment ki? Hát azért, mert onnantól már nem támogatta az állam, lejárt az állami támogatás és kivonult az országból. Világos ez? De miért nem vonul ki Németországból az Opel? Hát azért, mert ott támogatják. Világos ez? Miért ment ki a Suzuki? Érted? Jó, még most is gyárt autót, egy típust. Érted? Sokkal kevesebb mértékben, mint előtte. Gondold végig, azért, mert bejöttek úgy az országba, hogy ők is megkapták azt a hatalmas állami támogatást, és ameddig lejárt, itt maradtak, utána nem, tehát már nem kapták a támogatást, ezt kivonultak az országba. Világos ez? Tehát minél több a bérkifizetés, annál jobban kell támogatni azt a vállalatot, hogy egyáltalán ott maradjon, és nem csak ott maradjon, hogy rentábilisan tudjon működni, érted? Mert nem tud rentábilisan működni. Világos ez? Csak átlássátok már ezeket a dolgokat, mert nem látjátok át, ilyen álomvilágban éltek, itt azt hiszitek, hogy az van az egész mögött, amit az újságok írnak. Azért van ez a gazdasági válság, mert háború van. De hogy is azért van? A háború az hasznot hoz azoknak, akik nem háborúznak. Érted? Mert eladhatják a fegyvereket. Ennyi. Ez mindig így volt. Amikor háborúznak országok, az tök jó. Figyeld, én dolgoztam, katonaságban dolgoztam, mikor katona voltam, sorállományú. És tudjátok, mit dolgoztam? Fegyvereket állítottunk elő. Milyen fegyvereket? Harckocsi és ágyú lövegeket. És hova vittük? Irakba. Érted? Mikor én katona voltam. Irakba szállítottuk ki a lőszereket. Oké? Ami azt jelenti, hogy ugye az még az iraki dolgok előtt volt természetesen, mert ugye a 80-as években voltam katona. De gondold végig, hát az tök nagy buli a fegyverkezés, meg a fegyverszállítás, az egyik legnagyobb buli a világon. Tehát, hogyha háborúznak országok, az tök jó. Csak ne a saját területén háborúzzanak, az a lényeg. Érted? Ha más országok háborúznak, és ők kibicelhetnek harmadik országként, evető harmadik országként, kereskedhetnek a fegyverrel, egy csomó bevétel. Nekik az a céljuk az országoknak, akik nincsenek benne a háborúban, hogy minél tovább tartson a háború. Mert minél tovább tart a háború, annál több fegyvert tudnak eladni. Világos ez? Ezt lássuk már át, hogy ez így van. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha te azt elhiszed, hogy a háború miatt van gazdasági válságunk, akkor óriási tévedésben vagy. A háború azt hasznot hoz azoknak, akik nem háborúznak, hanem csak a fegyvereket szállítják. Világos ez? Jó? Hogy világosan lássuk a dolgot. És miért kell ezeket világosan látni? Hogy ne reménykedj olyan hiú ábrándokban, ami úgyse úgy lesz. Érted? Bár ugye azt mondják, hogy a remény hal meg utána, vagy utoljára, de olyanba reménykedj, aminek van értelme. Ne olyanba, amit előre tudni, hogy nem úgy lesz. Érted? Tehát semmi gond nincs a reménykedéssel, csak olyan reményeket kell táplálni az embernek magában, aminek tényleg van értelme. Mert azt várni, hogy a kormányok majd megoldják a gazdasági helyzetet, a kormányok vitték bele az országokat ebbe a gazdasági helyzetbe. Tehát ha nem úgy lenne, mint ahogy én mondom, én tudom, hogy így van, csak most feltételezzünk, jó? És feltételezzük azt,
hogy a Covid vitte be az országokat, de akkor is azt a kormányok csinálták, hogy leállították a gazdaságot. Vagy rosszul látom? Nem a Covid állította le a gazdaságot, hanem a kormányok állították le a gazdaságot. Tehát akkor is a kormányok a felelősek ebben a kérdésben, nem a Covid. Világos ez? Jó? Tehát az ilyen helyzetekért mindig a kormányok a felelősek. Mindig. Csak próbálják magukról a felelősséget elhárítani, és kitalálni olyan dolgokat, hogy ki más a felelős, és lehetőleg olyan, amivel nem tudsz mit csinálni. Hát ezt már régen csinálják, hát gondold végig. Hát már Hitlerék, sőt, már az első világháború is kezdték. Hát kik kezdték? Mi magyarok, meg a Habsburgok együtt. Hogy valaki lelőtte egy, azt mondták, hogy szerb lelőtte a koronaherceget, érted? És erre fogtuk, ezt megtámadtuk ezen az indokkal Szerbiát, érted? Hát mi kezdtük az ilyet, hogy kellett valami bűnbak. Világos ez? És utána az egész világháború így indult el, jó, hát az angolok voltak az elsők, akik hadat üzentek nekünk, nem is a szerbek, mindegy. Na, nem is ez a lényeg, hanem gondold végig a második világháborút, hogy történt? Hát úgy történt, hogy a propaganda azt mondta, hogy mennyire ellene van a világ a németekkel. A franciák mennyire ellene vannak a németeknek, a lengyelek mennyire vannak ellen a németeknek, az oroszok mennyire vannak ellen a németeknek, ezt propagálták Hitlerék. És mit csináltak? Ennek ürügyén megtámadhatták ezeket az országokat. Világos ez? Jó, volt benne igazság is, de azért nem teljesen úgy. A Covid-ban is volt igazság, mert volt Covid. Most a háborúban is van igazság, mert van. Csak nem az, amit mondanak. Érted? Tehát lásd azt, hogy mindig a kormányok rángatják bele az embereket. Mindig. És te a kormányoktól várod a megoldást, akkor óriási tévedésben élsz. Azok nem fognak megoldani semmit. És tök mindegy, ki van a parlamentben, tök mindegy, ki a miniszterelnök, tök mindegy, ki az elnök, érted? Akárminek hívják, vagy a király éppen, tök mindegy, hogy ki. Érted? Egy követ fújnak. Érted? Miért? Mert a háttérben lévő egyének, akik finanszírozzák nekik a működésüket, azoknak más az érdekük, mint a népnek. Világos ez? Tehát most ez nem azt jelenti, hogy ugorjunk neki a kormánynak, most félre ne értsétek. Nem erről szól a történet, hanem arról, hogy szó szerint az az időszak jön, hogy a jéghátán kell boldogulnod. Éppen az nem jégnek nevezzük, hanem ennek a helyzetnek, ami most van, érted? Tehát, hogy ne várd a segítséget, hanem te segíts magadon. És mondja a mondás, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Érted? Tehát az emberek mindig... Én azt látom, az emberek nagyon nagy része kívülről várja a megoldást. Kívülről. Kívülről. Régen, gondold végig, mint ami megértünk két világháborút, magyarok. És nem volt Magyarországon éhezés. Érted? Két világháború alatt sem volt éhezés. Jó, egyes emberek a városokban egy kicsit éheztek a második világháborúban, de az elsőben nem volt ilyen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy régen tudtak boldogulni az emberek. Most gondold végig, hogy fognak boldogulni, ha nem veszik az életük irányítását a saját kezükbe? És ahhoz, hogy az életed irányítását a saját kezedbe vehesd, ahhoz bizony tudásra van szükség. Milyen tudásra? Ember és életismereti tudásra. Olyan tudásra, ahol fejlesztheted a saját személyiségedet, és segíthetsz másoknak abban, hogy nekik is fejlődjön a saját személyiségük. Érted? Tehát vagy tudást szerez az ember, és van még egy dolog, ami kell, hogy akik tehetik, fogjanak össze. Világos ez?
A közösségnek van ereje, persze, így van. És ugye itt nekünk van egy közösségünk, van tudásunk, te választhatsz bárhonnan tudást, máshonnan a világból, választhatsz máshonnan közösséget, te dolgod, érted? Mi ebben nem akarunk beleszólni. De a megoldás nálunk van. Jó? Mire? Tehát ugye mondtam az imént, hogy a végkezdete 1917. És ez a végkezdete, ez gyakorlatilag befejeződött majdnem 100 év múlva. 2012-ben fejeződött be. Tehát december végéig be kellett volna fejeződni ennek a végkezdetének. És még az azt jelenti, hogy a végkezdetében vagyunk még javában. Miért? Mert sokan jó ember a bolygón. Ezért. Csak ezért. De ugye egy kérdés van, hogy a jó emberek mennyire hűlnek el. Ez az egy kérdés van. Mert a jó emberek nem kezdenek el tudatosodni, fejlődni, akkor a végkezdete befejeződik. Érted? Mert akkor már nem kezdete, hanem az azt jelenti, hogy na akkor ott húzzuk le a rolót és vég. Tehát ez az emberiség nem azért van, hogy eltűnjön a világegyetemben. Érted? És nyoma sem maradjon. Ez az emberiség azért van, mert van egy különleges képessége, amiről tanítok, most nem fogom elmondani, egy különleges képessége az embernek, akik tanulnak itt, azok tudják, hogy micsoda, és egy, de ez nem számít, hanem az számít, hogy emiatt is vagyunk még életben, amiatt a különleges képesség miatt. És ugye amiatt, hogy feltételezik a fentiek, az isteneink feltételezik, hogy mivel szabad akarat van, hogy a jó szándékú, jó emberek, azok netántán elkezdenek fejlődni. Oké? De mivel az ő döntésük, ezért ugye kényszerítve nem tudják őket. Helyzetekkel próbálják őket kényszeríteni, hogy rátérjenek a tanulás útjára, mivel ezért születtek az emberek ide. De ugye másként nem. Ezért van az, hogyha már helyzetekkel sem tudják kényszeríteni, akkor fogják, azt kivonják az élők sorába. Világos ez? És ezt látni folyamatosan, hogy nem veszik a lapot az emberek. Nem veszik. Még azok se, akik itt tanulnak. Most is például lett egy olyan általunk ismert ember, itt a PPA-ban ismert, valamennyire, főleg ugye a régebbiek ismerik, aki most például combnyaktörést kapott. Combnyaktörést. Tehát combnyaktörést, ami egy kemény, érted? Kemény, ha nem 20 évesen kapja az ember, már pedig nem. Ráadásul úgy, hogy mit tudom, pénteken kapta ezt a combnyaktörést, érted, és még nem ütötték meg. Közétek el. Vár a műtétre. Jó, mi? Király. Na most, de ezt miért mondom? Mert gondoljátok végig, hogy ne, amik történnek, semmi nem véletlen. Semmi nem véletlen. Mennyire teszi az ember a dolgát? Mennyire teszi, vagy mennyire nem teszi a dolgát? Érted? Ez ettől függ a kérdés. Mindig. Mindig ettől függ. Tehát amikor az ember tehetné a dolgát, ugye honnan indul el, hogy tehetné? Onnan, hogy jó ember. Honnan indul el? Onnan, hogy megismerkedett velünk. Oké? Utána, honnan indult még? Onnan, hogy beregisztrált. A harmadik. Onnan, ezek különböző fokozatok, csak úgy mondom. Onnantól, honnantól? Onnan, hogy tanuló lett. Ugye ez a negyedik fokozat. Az ötödik fokozat az, hogy már neki állt szervezni. Hatodik fokozat az, hogy már vannak tanulói. Érted? És megtapasztalta ezt mind a hatot, de mégse teszi úgy a dolgát, ahogy kellene. Érted? Meg ahogy tudná, hogy a képességei engedni. Tehát nyilván, hogyha ebből leveszünk számokat, akkor annál kisebb az, amit tud a maga a személy.
De az egyes is annyit tud, hogy ő jó. Érted? Jó ember. És a rossz emberek nem fogják jóvá tenni a bolygót. Csak a jó emberek tudják jóvá tenni a bolygót. Világos voltam? De ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz emberek teszik rosszá a bolygót. Érthető ez? Tehát az az ember, aki csak annyi, hogy él a világban, és jó embernek érzi magát, és tényleg szociális embernek hívjuk, még ha tesztet is megnéznénk, akkor is a szociális ember jön neki belőle, hogy ő az. Hát az nem elég, hogy valaki csak jó. A jó embernek jókat kell tennie, érted? És nem az a jót teszünk, hogy nem teszünk rosszat. Érted? Az kevés. A mai világunkban az, hogy egy jó ember nem tesz rosszat, az nagyon kevés. A jó embernek nem kell rosszat tenni, vagy nem tesz rosszat, jót kell cselekedni. És az mit jelent, hogy jót cselekszel? Hogy nem csak a saját javadra és a családod javára cselekszel, hanem másokért is cselekszel. Érted? Tehát a jó cselekedet mindig ez a lényeg, hogy mások javát szolgálod. Érted? Vagy a bolygó javát szolgálod, vagy az élőlények javát szolgálod. Nem egy élőlény, sok-sok-sok élőlény, érted? Javát szolgálod. Vagy sok-sok-sok élet, tehát mit tudom én, növény javát szolgálod, nem azt jelenti, hogy rengeteg fű van az udvaron, és minden fűszál az egy növény, érted? És akkor millió fűszálam van. És nem erről szól a történet, jó? Csak hogy ne értsék félre ezeket a dolgokat. Tehát most gondold végig, egy fűszál mennyi oxigént termel? És mennyi termel egy fa? Jó, mondjuk egy jó nagy, mondjuk egy nagy terebélyes, 100 éves tölgyfa, ez mennyi oxigént termel? Gondold végig. Hát biztos nem annyit, mint egy szál fűszál. Vagy egy udvaron lévő füvek. Érted? Szóval lényeg az, hogy az embernek jót kell tenni. Tehát jót kell tenni. Tehát jót. És ha mindenki tenne jót rendszeresen, akkor ez a bolygó rendben lenne. De a legtöbb ember, aki jó ember, csak annyit tesz, hogy nem tesz rosszat. Érted? Vagy nagyon rosszat. Ez kevés. Kevés. Itt van egy szervezetünk, úgy hívják, hogy PPH. Itt megtanuljuk azt, hogy hogyan boldoguljunk az életben. Mondjuk ezeken a területeken, nézzük, milyen területekről van szó. Itt van 10 terület. Hogyan boldoguljunk? És hogyan segítsünk másoknak, hogy ezeken a területeken boldoguljanak. Érted? Tehát itt lehetőséget is adunk az embereknek arra, hogy ne csak ők boldoguljanak, hanem mások is. Nem csak a család, mások is. Érted? Teljesen vadidegen emberek is. Akár tömegesen. Rá is férne erre a bolygóra, nem? Meg az emberekre is a személyiségfejlődés, vagy nem? Vagy mindenkinek fantasztikus személyisége van? Jó lenne, úgy lenne. És ugye azért, ugye mondtam ezt a végkezdetét, 2035-re egy újfajta társadalmi formának kellene lenni. És ez a végső határidő. Nincs több határidő a fentiek részéről. A 2012-es év vége volt, ugye az a határidő, amit tovább engedtek minket. De 2035-től nincs más. Ami azt jelenti, hogy azok, akik nem emelik föl a, tehát nem javítják meg a személyiségüket, nem válnak olyanná, akik képesek együttműködni, feltétel nélkül együttműködni másokkal, tehát nem tanulják ezt meg, az pedig ugye csak szeretettel lehet együttműködni feltétlenül másokkal. Ha ezt nem tanulják meg, azok nem élik meg a 2035-öt. Ennyi. Mi lesz velük? Ahogy a születésnek az urai a fentiek, ugyanúgy a halálnak is az urai a fentiek. Jó? Azt nem tudják szabályozni, hogy te milyen döntést hozzál.
befolyásolni tudják, de mégis az utolsó szó a tied, mert szabad akarat van, de azt tudják befolyásolni, hogy meddig élj. Oké? Meg azt is, hogy esetleg mennyire legyél beteg, milyen balesetek érjenek, milyen családi problémák éljenek, milyen anyagi problémák éljenek, ezeket tudják befolyásolni. Oké? De az, hogy milyen döntéseket hozzál, azt nem tudják helyetted megtenni. Érted? Azt mondom, tudnak befolyásolni, de mégis a végső döntés úgyis a tied. És akkor itt el lehet dönteni, hogy akarsz fejlődni, nem akarsz fejlődni, mennyire akarsz. Nyilván akik itt tanulnak, azok már akarnak. Én most mondom azoknak, akik még nem tanulnak. Tied a döntés. De utána a rossz döntést hozol és nem akarsz tanulni, akkor ne csodálkozz, hogy ami téged fog érni a következő hónapokban, években, hetekben akár, annak megszívod a következményeit. Világos ez? És hogy meddig élsz, az a fentiektől függ és nem tőled. Világos ez? És itt mindenkinek a, nem csak a meddig élünk esete forog fönn, hanem én láttam olyan haláleseteket, ami hosszas szenvedés után történt. Láttam olyan halálesetet, ahol este lefeküdt az illető egészségesen, és reggel nem kelt föl. Érted? Láttam olyat, aki ezt fiatalon csinálta úgy viszonylag, hogy este lefeküdt reggel, sőt olyan is volt, hogy délután lefeküdt és nem kelt föl a szúnyogállásból. Érted? A szúnyogállásból nem kelt föl. Egészségesként. De mondom olyat is, aki nagyon idősként este lefeküdt és reggel nem kelt föl. Tehát az is attól, a fentiektől függ, hogy milyen szenvedés vár rád azelőtt, mielőtt meghalsz. Érted? Most gondold végig egy olyan utolsó időszakot megélni, ahol totál kiszolgáltatott vagy. Azért, hogy na, az nagyon durva. Nagyon durva. Érted? Hát inkább a gyors halál, százszor, érted? Mint az, hogy valaki akár évekig kiszolgáltatott teljes egészében. Szóval sok mindent láttam, nyilván ez azt jelenti, hogy közvetlen vagy közvetett módon, és ugye tapasztaltam ezáltal, mert érdekelt ez a téma mindig, hogy miért létezünk itt, és miért kell akkor meghalni, amikor valaki meghal. Mindig megvolt a magyarázat rá, hogy miért kellett akkor meghalni valakinek, amikor meghalt. Mindig. Onnantól, hogy mióta ezt tanulmányozom. Oké? Mindig megvan a magyarázat, hogy miért kell valakinek balesetet szenvednie, miért kellett valakinek mondjuk betegségbe esnie, mindig. Miért kellett valakinek családi problémája lennie, vagy miért kellett valakinek anyagi problémája lennie. Mindig megvan a magyarázat. Érted? Tehát ezért, ezáltal elég sokat tanultam ezekből a dolgokból, és teljesen rájöttem, hogy semmi nem véletlen. És ha valaki azt gondolja, hogy itt véletlenül történnek az emberekkel ilyen dolgok, akkor nagyon tudatlan. Erre csak azt tudom mondani. Ha elkezdené ő is tanulmányozni ezeket a dolgokat, akkor rájönne, hogy itt ezen a bolygón semmi nem véletlen. Nincs olyan ember, akivel valami véletlenül történne. Még a lottó ötös sem véletlen. Oké? Tehát ha valakit szerencse ér, az sem véletlen. Tehát lényeg az, hogy egy új világ, aminek lennie kellene, de ahhoz abba a világba csak azok tudnak bejutni, akiknek a személyiségük arra szintre fejlődik. Akinek nem fejlődik arra a személyisége, az nem tud bejutni. És akkor mi várható azoknak, nem jutnak be? Nagyon egyszerű, ezt úgy hívjuk, hogy reinkarnáció. Csak nem erre a bolygóra. Csak nem erre fogsz reinkarnálni, lódni. És tudod, mi a baj? Hogy itt most kaptunk egy lehetőséget. Te kaptál egy tanítót a személyembe, és ez nem nagy képűség, mert közvetítem a fentiek információit, ha nem hiszed, kérdezz utána, ha tudsz közvetlen kapcsolatban lenni a fentiekkel, hogy ez a szerepem,
ezt már sokan ugye leigazolták, és gondold végig, hogy itt kaptál egy tanítót, aki által olyan személyiségfejlődésen tudsz átjutni, hogy bekerülhess az aranykorba, egy olyan társadalmi formába, ami egy teljesen új, ahol nincs szükség parancsnokokra, nincs szükség ugye főnökökre, nincs szükség elnyomókra, meg nem is lesznek ilyenek, egy olyan társadalomban, ami, ahol mindenki szabadon és szeretetben élhet és együttműködve élhet, egy átmeneti kor, ahol még többet lehet majd fejlődni, mint itt, sokkal többet lehet fejlődni, mert itt azért nem fejlődünk, mert elnyomás van, vagy bekerülsz egy olyan fajta reinkarnációs körforgásba, ami nem ezen a bolygón történik, ahol nem lesz internet, ahol nem lesz mobiltelefon, semmilyen technikai eszköz, ahol a ruhádat majd állatbőrből fogod megcsinálni, érted? Ahol barlangbokba kénytelen vagy lakni, mert máshol nem tudsz, és akkor gondold végig, mikorra kapsz majd egy újabb tanítót, oké? Mondjuk hány ezer év múlva? Hány ezer év múlva? Mert ugye lehet azt mondani, hogy hát voltak itt a bolygón már tanítók, meg lehet, hogy vannak is, aha, de nézzük meg, nem leértékelem őket. De Buddha kezében voltak technikai eszközök, hogy milliókat tanítson egyszerre akár? Nem. Jézus kezében voltak? Míg élt? Nem. Mennyi ember tudott közvetlenül tanítani? Közvetlenül ez a két ember. Pár százat, max pár ezret, érted? És az nem tudja megváltoztatni a világot, és nem is változott meg a világ. De itt most van egy olyan fajta működés, érted? Ahol milliók tanulhatnak, függetlenül, hogy hol laknak. Világos ez? És gondold végig, mikor lesz ilyen megint, ha valaki reinkarnálódik arra a bolygóra, ami elkészült ott az univerzum szélén, ahol lehet kőkorszaki körülmények közé újra reinkarnálódni. Mikorra jutsz tudáshoz? Ki fog téged ott tanítani? Hány inkarnációt kell megélned ahhoz, hogy eljuss oda, hogy visszakerülhess oda, honnan jöttél, mint lélek? Világos ez? Tehát mindig úgy volt, hogy akik visszakerültek fentre, mindig segítséggel kerültek vissza, vagy fentiek segítettek neki közvetlenül, vagy olyan ember segített nekik, akiket a fentiek segített, akit a fentiek segített. Világos ez? Tehát maguktól senki nem jutott vissza. Senki ezen a bolygón, mióta emberiség van. Világos ez? Tehát magától senki nem jutott vissza. Még egyszer mondom, vagy közvetlen segítséget kapott a fentiektől a személy, vagy olyan személytől kapott segítséget, akik közvetlenül segítettek a fentiek. Világos ez? Jó? És ha nincs technika, akkor hogy segítik az embereket? Úgy, hogy tömegek tanuljanak. Lehetetlen. Világos ez? Na, úgyhogy tessék elgondolkodni, a döntés a tied, a legkedvezőbb feltételekkel kapod a képzéseinket, várunk benneteket szeretettel, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szelacsik Miklós mesterkócsnak ezt a nagyszerű előadást. Hát ma is elgondolkodtató szerintem, úgyhogy gondoljátok át, hogy megéri-e. És szerintem, és én azt javasolnám először is, hogy adjatok magatoknak egy esélyt, ismerjétek meg őt személyesen is, és ha pár hónap után is ezt gondoljátok, hogy nem ide valónak tartjátok magatokat, semmi gond, akkor nem tanultok itt. Viszont, hogyha tetszett az előadás, esetleg már nézed egy ideje az előadásokat, akkor szeretettel várunk a kócsképzéseken is. Hozd meg érted legjobb döntését.
Gondolj bele, hogyha ennyi mindent kapsz az ingyenes előadásban, akkor mennyi mindent kaphatsz a képzéseken. Tanulóként a képzéseket felvételről is visszahallgathatod, letölthető a hanganyag, bárki számára elérhető. A tandíj is bárki számára elérhető, ez havonta 19.700 forint most akciósan, az azt jelenti, hogy 660 forint óránként, mivel a képzések 30 órát takarnak egy hónapban. Ez a második hónaptól már csak 9.800 forint. Szerintem ez nagyon csekély. És ez árgaranciával természetesen, folyamatos tanulás mellett. Próbáld ki pár hónapra, gyere közénk! Ezért javasolnánk, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, vagy aki számodra szimpatikus a PPH-sok közül, és gyere közénk! Köszönjük, hogy ma az előadás házigazdái lehettünk. A szünet után önbizalom coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretné részt venni, várunk szeretettel. Szeretnénk megkérni mindenkit, akinek jogosultsága van a képzéshez, lépjen át a jelen havi élő képzés menüpontra. Igen. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük. Köszönjük szépen.